Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Sövényházi Balázs polgármester úr vendégei vagyunk Nemes Vámoson. Köszönjük szépen a meghívást, és örülünk, hogy itt lehetünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és sok szeretettel köszöntöm is a tévénézőket. Polgármester úr, ilyenkor, ha nem lenne pandémiás időszak, akkor mondhatnám, hogy már mindennel lassan gondolom kész vannak, mert mindenki a családjához szépen lassan, itt a karácsony, de most, hogy egy picit más a helyzet, ez is másként van. Igen, azt gondoltuk, hogy így majd egyszerűbb lesz, vagy hogy nem lehet a kontaktolás, de a munka nem kevesebb. Én azt gondolom, hogy ugye most tényleg az online világ, online térben zajlanak a megbeszélések, a konzultációk, és azt gondolom, hogy legalább ugyanannyi időt elvesz az embertől. Úgyhogy egy csöppesen az embereknek ugyanúgy megvannak a ügyes-bajos gondjaik, bajaik, szerencsére fejlődik a település, tehát rengeteg településképi vélemény érkezik, ugye itt az Új utcába a telkek jó része értékesítésre került. Tehát az ideje, akik megvásároltak a telket sem, úgy látom, hogy nem tényleg nem az, hogy befektetési cél, hanem nagyon sok, legalább 20 településképi engedélyt adtunk már ki, sőt 3 ingatlan elindult az építkezés is. Polgármester úr, azt mondják, hogy nem akárki volt itt tegnap a településen, mert hogy azért, ahogy ön is mondta, fejlődik a település, és jön újabb cég. Igen, ugye ez az év, fogalmazzunk úgy, de szerintem ez bárki elmondhatja, ez a 2020-as év, ez nem fogjuk besorolni a legjobb évek közé. Hát ezt nem. A pandémia helyzet miatt is, azt gondolom, egyrészt csökkent a vállalkozások bevétele is, és egyéb olyan, ha most az anyagi részét nézzük, de mindig az anyagi, mert néztük a másik részt, és komoly feladatok hárultak ránk, hogy itt megoldjuk ebbe a veszélyhelyzetben a feladatokat, és örülök annak, hogy például a mai napig működik a bölcsödénk, az óvodánk és az iskolák, negatív tesztek, sikerült fújforgatni az embereket, hogy akik karanténba kerültek, vagy netán gyanúsak voltak, azoknak a munkáját ki tudtuk váltani. Én ezt is egy óriási dolognak tartom, hogy tudtunk működni ebben a kritikus helyzetben. És ugye a Covid mellett nekünk ugye az idei évben az az MTD távozás, amit a legnagyobb adófizetőnk. Bocsánat, hogy így elkanyarodtam, csak innen indul, hogy most új cég érkezik Nemesvámosra, hiszen az MTD egy külső telephelyét viszi tovább a Bokhungária Kft., ahol 100 munkahelyet teremt tulajdonképpen. És itt volt tegnap miniszter úr, itt írták alá azt a stratégiai együttműködési megállapodást, amit a Bokhungária Kft. És a külügyminisztérium kötöttek, hiszen ehhez a vállalkozás beindításához ugye kaptak kettő, nem csak ehhez, tehát az nagyon fontos, hogy ők már működnek Magyarpolányban, Ajkában, és a harmadik telephelyük van itt Nemesvámoson, és kaptak 292 millió forintot, egy jól tudom 610 milliós beruházást hajtottak végre, nem csak ezen a telephelyen, hanem úgy összességében, de mégis ugye itt újként, és egyébként leülve a cégvezetőkkel további elképzeléseik vannak itt Nemesvámoson. Ugye számunkra ez egy nagyon pozitív hír, hogy itt voltak, és számomra meg külön öröm, hogy ott voltam, és jó volt az ismerős arcokkal találkozni, hogy akik tényleg az MTD-be dolgoztak, azok a munkavállalókat itt látom, és itt dolgoznak újra. Most már nem mint MTD, hanem a Bokhungária Kft-nél. Ugye amikor megtudták, hogy ilyen jelentős változás lesz az MTD-re, gondolok most, akkor azért a településen a hangulat azért nem volt annyira rózsás, hiszen mindenki benne volt, hogy mi lesz most. Mondhatjuk azt, hogy így akkor azért most ez az első lépés az irányába, hogy talán vissza sikerül majd jutni oda, ahol Nemesvámos volt, de azért valljuk meg őszintén, Nemesvámos mindig az irigyelt település volt. A polgármester az irigyelt polgármester. Bízunk benne. Én azt gondolom, hogy ez a lépés, és nem is az a típus vagyok, aki feladja. Tehát a nehéz helyzetben is meg kell látni a jót, és azt gondolom, ha az ember így bízik ebben, és tesz is érte,
akkor előre tudunk lépni. És itt tényleg köszönöm Óvádi Péternek azt a segítséget, és Kovács Zoltánnak, hiszen ezt a hipás pénzt, ezt az ő lobby tevékenységnek köszönhetően, és a legelejétől egyébként Óvádi Péter, legalább 4-5 tárgyaláson vagyunk túl, ahol Bokungári Kft-vel közösen, és folytatjuk együtt tovább, ha kell, a megbeszéléseket. Azok pozitív hírek, hogy vannak megkeresések az MTD nagy telephelyével kapcsolatosan. Úgyhogy abban is én azt gondolom, hogy bízunk, hogy lesz egy befektető, aki ezt megvásárolja és tovább működteti, vagy akár más profillal jön, de nekünk az tényleg fontos, hogy egy termelő kapacitás jön ide, az munkahelyeket jelent, és nem csak a Nemesvámos, én azt gondolom, a régióból nagyon sokan jöttek ide dolgozni. Hát ebben az évben egyébként negyedszer gomboljuk újra a költségvetésünket, hiszen nem az állami normatívákból éltünk, és azt nagyon fontos elmondani, hogy a településen vannak olyan szektorok, ahol nem csak 20-25%, tehát egy átlagban elmondható, hogy 20-25%-ban még a jól teljesítő cégeknek is kevesebb a bevételük, ezáltal adóbevételbe is kevesebb folyik be, de vannak a legnagyobb adózók között is olyan például, ahol 40%-kal csökkent, mert olyan iparágnak a beszállítója, tehát ezek nagyon befolyásolják. És ami egyben nehézséget okoz, hogy ezt viszont nem reagálja le az adóerőképesség számítás. Uh-huh. Tehát mi ebben az évben az MTD és a Covid miatti alacsony bevétel mellett az idejfizetjük a legtöbb iparizési adót vissza az államnak adóerőképesség miatt, hiszen mi 2018-ban voltunk a csúcson, tehát akkor volt a legtöbb adóbevételünk, viszont ugye az idei évi befizetés, a 2020-as befizetés az a 18-as alapján van számítva, tehát így Nemesvámos így 88 millió forintot befizet a befizetőként az államnak, és ezért ez is sújtja, ez a hármasság, és így nehéz volt kiszámolni azt, hogy de évelején azonnal megtettem, még amíg polgármesterként már elrendeltem a költségvetés felülvizsgálatát, majd amikor újra lehetett képviselőtestület üléseket tartani, akkor meghúztuk azokat az elvonásokat, a rendezvénykeretet. Nekünk az a feladatunk, hogy működőképes maradjon az önkormányzat, próbáljuk ellátni ugyanabban a minőségben az üzemeltetési feladatainkat, a hatósági feladatainkat, de meg kell szorítanunk a nadrágszíjat az eddigieknél jobban, hiszen nem csak működnünk kell, hanem aki ismer bennünket, tudja, hogy pályázunk mindenre, minden egyes pályázati lehetőségre lőni fogunk, ezután meg főleg, és ehhez, ahol szükséges, önerőt kell biztosítanunk. Tehát mi ezt nagyon fontosnak tartjuk. Továbbra is nagyon jó a kapcsolatunk a cégekkel, a cégvezetőkkel, hiszen ebben a nehéz helyzetben is tartjuk a kapcsolatot, és fenntartjuk azt a jó együttműködést, amit már kialakítottunk az évek során. Sőt, talán ilyenkor még jobban össze kell fogni, nem, hogy ki lehessen lábalni a bajból. Igen, ezt az MTD, mikor ugye elvonult, az nagyon fontos egyébként elmondani, hogy én köszönöm az MTD vezetőségének, hiszen számos olyan lépést tettek a település irányában még, ami mondjuk akár adóforintokat is jelent az önkormányzatnak, vagy éppen abban, hogy a munkavállalóiknak azt gondolom, hogy egy nagyon gesztusérték ott is, hogy nem a kötelező végkielégítés, hanem annál magasabb összeget fizettek ki, és a cégeknek az együttműködése, hiszen ugye van nekünk ez a GDPR adattájékoztató, hiába akartunk mi, mint önkormányzat segíteni, ugye nem adhatják ki az adatokat, viszont azt tudták, hogy a helyi cégek, ahol mondjuk munkaerőhiány volt, azok ugye elküldték az igényt az MTD-nek, és meghallgathatták azokat a cégvezetőket, akik mondjuk azok a munkavállalók az MTD-ben a nap végén, mikor lejárt a műszak, hogy hát ha itt a településen. És jó páran egyébként munkát találtak, én azt gondolom, hogy ez a jó együttműködés példája, hogy akik az MTD-ben dolgoztak, azok ugyanígy itt maradtak a településen, csak másik cégnél dolgoznak. Ez egy fontos dolog így évvégén, meg aztán főleg, hiszen a karácsonyhoz közeledben mindenki már az öröm pillanataira gondol, de azért azt hiszem, hogy mindenki benne van az, hogy nem könnyű a helyzet. Egyébként, amit most polgármester úr elmondott, hogy az anyagi része hogy alakult, hogyan lehet így 2021-es költségvetés készíteni, hogyha ennyi bizonytalanság van? Bátrak, bátran csinálják? Igen, illetve azt gondolom, hogy következetesen, és itt a józan ész, én azt gondolom, hogy ezt fontos, hogy ezt közöltük a partnerekkel is. Mint polgármester most elrendeltem minden szerződésünknek a felülvizsgálatát. Ezt
azokból, hogy nekünk még szigorúbban kell most átnézni fizetesen minden egyes, amire mondjuk eddig rengeteg beruházásunk ment, és a megkötött szerződéseinket mondjuk nem vizsgáltuk felül, már lehet 4 éve is, most azokat mind felülvizsgáljuk, költséghatékonyabbá tesszük a pénzügy, most nem biztos, hogy annyira szeret engem, hiszen egyrészt negyedszer számolják újra, és tényleg egy nyomást teszek rájuk, hogy jó, ebben én is együttműködök, hogy a cégvezetőket megkérdezzük, hogy mekkora bevétel nekünk. Nagyon fontos, és ezt ki kell hangsúlyoznom, hogy mi most, ahogy mondtad is, próbálunk beletalálni, hogy mennyi lesz vajon a jövő évi adóbevétel, mert még egyszer elmondom, mi javarészt ebből tartjuk fenn saját magunkat. Egyébként a tervezésnél azt már lehet tudni a település vezetőinek, hogy mit csináljunk, működési költségből vegyünk el, ne fejlesszünk, vagy a már meglévő munkákból próbáljunk majd megállítani, tehát hogyan lehet ezt elképzelni? Például amikor kiderült, jött a Covid, és jött az MTD-nek a bejelentése, akkor azonnal létszámstopp, sőt elment 2 kollega, azért nem vettünk fel újat. Például visszavontuk a közterületfelügyeletet, tehát sajnálom, de nem tudtuk forrás biztosítani rá. Rendezvénykeretünket maximálisan, civil szervezeti támogatásunkat minimalizáltuk, hiszen még egyszer elmondom, a legfontosabb a működőképességünknek hogy a település ne álljon meg és működjön. Ehhez muszáj volt ilyen lépéseket megtennünk, illetve ami halasztható beruházásokat, azokat elhalasztottuk. Nagyon fontos, hogy megállítani se szerettük volna, tehát egy minimális fejlesztés kell, mert utána fejünkre gyűröződik. Tehát vannak olyan beruházások, hogy különböző csoportokra osztottuk, mi az, ami halasztható későbbre, mondjuk mi az, ami nem, mert mondjuk a működés során meg később többet kifizetünk. Tehát azok a beruházások, ami mondjuk a működésünkbe akár egy rezsi vagy bármi napján csökkenést mutat, azokat meg fogjuk eltenni, hiszen a későbbében az meg fog térülni. Ugye a többi település is ugyanezzel küzd, hiszen ahol vannak vállalkozások, azoknál hasonló lehet a helyzet. Mindig mindenkinek az első, hogy működjenek, aztán minden másfajta költség csak utána jön. Amit viszont be kell fizetni az önkormányzatnak, azt be kell fizetni, de ez, mint mondottam, érinti a többi települést is. Mondhatjuk azt, hogy egyébként Nemesvár most még, ha így nézzük is, nagyjából még mindig jobb helyzetben van. Köszönhetően annak, hogy azért egy Csatári Pasztól, egy Haribóig, azért egy GNS, és azért még a Júniáját sorolhatnánk, most már itt van a BOK, tehát azért vannak cégek, még mindig hál' Istennek, csak hát igen, picit változott a nagyságrend. Igen, talán amiben ez a kiszámíthatóság a mi esetünkben, hiszen mi valahol ezek a bevételek jelentkeznek, de az állami normatíva az maximálisan megkapták. Most ugye átalakították a rendszert is, tehát jövőre számolunk mi is, és én nem szeretnék sírni, tehát nekem az volt a célom, hogy működik, képes legyen az önkormányzat, úgy tervezzünk, és azért egy jelentős tartalékkal. Tehát ez nagyon fontos, mert ezt a tartalékot muszáj beletennünk, hiszen nem tudjuk a 21-es év még mit fog hozni. Azt ne kérdezzem meg, mennyi a tartalék? Azt most ne, még most is számolják. Még számolják. Igen, mert ugye én azt gondolom, hogy mindig őszintén beszéltem. A mi koncepciónkban az volt, hogy amikor bevételeket kell maximalizálnunk, akkor ugye 2 dolgot tettünk. Az egyik része az működőképes, a másik az nem. Az egyik része az, hogy közel piaci árakra hoztuk fel az önkormányzat tulajdonában lévő épületek bérleti díját. Itt sem a maximumra, de muszáj volt közelíteni a piaci árhoz. Illetve akik oktatási vagy közösségi célt szolgáló funkcióval bérlik, azoknak viszont eddig a rezsióradíjat sem. Tehát a rezsióradíjakat kiszámoltuk a művelődési házra például, vagy a közösségi házra, és ott is elkérik, hogy akár most említettem a sörpad garnitúra bérlések. Tehát itt így próbáltunk bevételt, és a másik azt én azt gondolom, hogy így is meg fogjuk oldani, de ugye mi nálunk nagyon minimális volt a kommunális adó. Ez 7000 forint volt per év, per háztartás. Egyébként a közvilágítás nem felezi. És akkor döntött ugye a képviselőtestület, hogy ezt megemelni 12000 forintra, hiszen ez havi ezres a településre, ha így számoljuk. És azt gondolom, hogy szolgáltatásokban és 13 éve nem volt emelés a településen. Amikor szűkös idő van, akkor én azt gondolom, hogy ezt a 12 000 forintot ezt ki tudja fizetni. Aki eddig sem fizette, és itt a kulcs szó,
aki eddig sem fizette, mert szociális alapon nem kellett, annak ezután sem. Tehát aki nehéz helyzetben van, vagy netán ez is megterhelte volna ez a 12 ezer forint, ez a plusz 5 ezer forint emelés, azt jelezni kell, megvizsgáljuk, és természetesen akkor tud mentességet élvezni. De akik viszont megtettik, az nekünk 5 millió, körülbelül egy kalkulált 5 millió forint bevételt, amit nem működésre szerettünk volna, hanem azt hozzárendeltük volna mondjuk ivóvízcsöcsere vagy utakra, hiszen most nincsen gépjárműadó bevételünk, azt is továbbadjuk, tehát így az útberuházásoknak is úgymond lelassítjuk, vagy teljesen megszüntetjük. De így, ha ez a plusz forrás befolyik, akkor ezt hozzá tudjuk tenni. És mi azt hallottuk, hogy ezt az 5 milliót ahhoz hozzárendeltük, illetve egy kedvezményt, amit mi mondjuk biztosítottunk eddig 2,5 millió alap adómentességet, azt lehoztuk volna 2 millió forintra. Tehát a legkisebbek itt is ugyanúgy nem fizettek volna iparüzési adót. A kicsit nagyobbak, ahol eddig tudtunk kedvezményt, azt szerettük volna egyébként, és ez egy 5,5 millió forintot jelentett volna az önkormányzat költségvetésébe, ez 10,5 millió forint, ebből ezeknek a közöknek a rekonstrukcióját egyik évben az ivóvíz, másik évben pedig ugye az aszfaltozását meg tudtuk volna oldani. Tehát még egyszer elmondom, ezt láthatták is, én azt gondolom, hogy őszintén kell beszélni, de ugye most a kormány döntés alapján ezt elfogadjuk, és ennyivel szűkösebb lesz a költségvetés, de hát bízunk abban, hogy a Magyar Falu programban majd tudunk pályázni útfelújításokra és járdaépítésre. Hát az idei esztendőben is nyertek a Magyar Falu programban, ha más nem említhetjük az iskola, igen, fejlesztését, vagy ott van például, hogy egy ingatlant is vásárolhatnak. Igaz, hogy ez csak egy 5 millió forintos támogatás, de az is jelent valamit. Mint elmondottam, minden pályázatra mondhatjuk így, hogy lőni fogunk és pályázni fogunk. Ott de az elmúlt az 5 millió forintos ingatlannal? Itt a fő utcában egy nagyon régi elhagyatott ingatlan, amit most kisajátítással tudtunk megvásárolni, és azt megvásároljuk, meg is bontjuk el egyébként, ott egy ilyen zöld parkolót szeretnénk kialakítani, ilyen közcélra sajátítottuk ki, és így közcél funkciót is fogunk neki adni. Az iskola? Az iskola... Az már jelentősebb összeg volt. Igen, bár az is azzal csak... új tetőt kap az épület, aha, és megemeljük arra, hogy a későbbiekben három tanterem kialakítható legyen, fel a fűtés, korszerűsítés. Nagyon régi, elavult kazánok vannak, gázkazánok, és már nem lehet hozzájuk egyébként nagyon nehéz alkatrészt beszerezni, úgyhogy itt a mi jelentős rész, itt most úgy mondjuk tüzet oltunk, tehát a fűtés, korszerűsítéssel és a tetővel, de szeretnénk továbbra is itt is pályázni. Nagyon fontos, hogy több tantermünk legyen, hiszen 23 év után újra két első osztályunk van. Tehát azt gondolom, ahogy nő a település, úgy egyre inkább több gyermek lesz, nő is a helyieknek a bizalma a helyi iskolával szemben, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a két osztályt fenn kell tartunk, nincs annyi osztálytermünk. Szerintem az óvodánk már 120%-on működik. Amikor átadtuk, akkor megkérdezték, hogy a négy csoport egyébként most akkor be fogja tölteni. Jelentem nem, hogy betölteni, nem 120%-on működik. Újabb csoportszobát kéne építenünk a már meglévő új óvodához. Most mondhatnám, hogy valamitől igencsak népszerű Nemesfámos, de hát mindenki tudja a választ. Egyrészt meg most ön elmondott, hogy a település vezetése is azon mesterkedik, azzal próbálkozik, hogy újabb pénzeket hozzon be, átélni, valahogy átvészelni ezt a nehéz időszakot. És hát azért tegyük hozzá, hogy a rendezvények mind olyanok voltak az elmúlt esztendőkben, hogy bizony Veszprém, Bakony, Balaton mellett Nemesfám most nagyon kinőtte magát. Azon gondolkodtam, hogy vajon most ilyen helyzetben a polgármester és a társai mernek-e 9. alkalommal tervezni egy Vámosi Lencse és Furka fesztivált? Természetesen. Igen? Hát amennyiben megtartható a rendezvény. Természetesen készültünk, hogy ebben a formájában már nem, de nagyon jó ötletek születnek, és jönnek a település, és ami jó... Azért hogy... online nem lesz. Nem, de külső helyszínek, kis sátrak, főzők, vagy ha úgy nem lehet, akkor például, hogy lehetne, és akkor például a kocsonyát azt meg lehet otthon főzni, és akkor azt zsűrizzük, ha behozzák. Tehát természetesen hozzáteszem a járványügyi helyzetbe, amit a kormány meghoz döntéseket. Az első. Az első, tehát amennyiben nem, akkor nem. De mégis készülünk arra,
hogy amennyiben lehetséges a járványügyi szabályokat szigorúan betartva. A Bakony Expo-nál is ilyen gondolat volt, nem? Igen. Ott is egy teljesen külső helyszín, teljesen fel voltunk készülve, hiszen több engedőkapu, kézfertőtlenítők, csak maszkba engedtünk volna be mindenkit, felhívtuk volna a figyelmet. Hát én azt gondolom, hogy az ellenőrzöttebb körülmény lett volna, mint most a bevásárlóközpontok, és nem lesz csak a zárt térben, és itt azért mi tényleg egy nyitott térben lettünk volna, de látjuk, hogy, vagy tudomásul vettük, hogy ezt a rendezvényt, még ha ugyan már vesztességgel is, hiszen a faházakat már leszállították hétfőn, de hát sajnos ezen a héten lefújták, ezért a Lencsés Hurkánál óvatosabbak vagyunk, de itt is próbálunk pályázni forrást, itt Agrár Marketing Centrum által, illetve a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnál, tehát itt is próbálunk arra, hogy nem saját büdzséből, akkor különböző támogatásokat bevonva, hogy tudjuk ezeket a rendezvényeket megtartani. Ugyancsak ilyen sikeres volt a vásári igazságok, azt meg is tartották, mi is maszkba voltunk egyébként, annak idején még az interjúk is úgy készültek, igen. De azt látható volt, hogy a közönség ki volt éhezve, nagyon várták, szabadtéren is sokan voltak. És itt vannak a vásári igazságok, ami szintén nagy siker volt, ugye nem csak, hogy sokan jöttek, mert ki voltak éhezve, maszkot tett mindenki, és azt hiszem minden baj nélkül lement, ráadásul délután jöttek és készültek a különböző lecsók, tehát ez egy megint sikeres dolog volt. És szerintem jövőre is lesz, hogyha a Jóisten is úgy akarja. Igen, a településen mindenképp a Lencsés Hurka Fesztivált és a vásári igazságokat is tervezzük. Én azt látom, hogy a jövőben ezek is fognak fejlődni. Erre, egyébként erre most be is adtunk egy újabb pályázatot, hogy a vásártér fölött, hogy fedett legyen. Tehát ott is plusz funkciók is lesznek. És ezt minden hónapban ugyanígy ilyen vásári jelleggel, mert azt látjuk, hogy így lehet megfogni a gyermekeket, családok, jöjjenek ki egy kis programot mellé tenni. Ez tiszta családi programot egyébként, igen. Azt néztem, hogy nagyon sokan tényleg úgy jöttek, pici gyerekek, anyuka, apuka, és mindenki talált valamit, igen. Mert még anyuka elment, mondjuk a vérnyomását megmérette, addig apuka elment és megkóstolta a finomságot, a gyermek meg azt sem tudta, hogy miből választol, annyi minden volt. Hasonlót szeretnénk, ugye megkerestek egyébként, hogy Veszprémből is nem lehetne hasonlót, de erről csak egyelőre ennyit mondhatok, hogy továbbra is természetesen tárgyalunk. Én, nekem meg is van a helyszín, ahol ezt meg lehetne tartani, még egyszer vásári jellege. Nagyon fontos, hogy a családokat hozzuk el és érezzék jól magukat, mert ugye egyre inkább ez az online és a online vásárlások, de ez mindig egy vita, hogy online őstermelői piacteret nagyon nehéz megvalósítani. Hát tényleg nehéz. Azon kevés a nagyon fiatal őstermelő, aki erre készen áll. Uh-huh. És a termelőnek a, mondhatom azt, hogy a 90%-a nem rossz szó az, hogy nem alkalmas, hanem meg nem is akarja. Tehát véletlenül se szeretne ilyen irányba, ő még ebben hisz, ebbe a közvetlenbe. Egyrészt ez a generáció is, hiszen nem a fiatal, nem annyira jellemző az agrárium. A generációnk azt szereti, hogyha találkozunk, megnézzük, megtapogatjuk, megfogjuk, és azt mondjuk, hogy hú, ez jól néz ki, és megveszem. De így azért is a családi, mert ha viszont ezt látják a gyermekek is, akkor talán hozzászoknak, és akkor ők is a hazai, vedd a hazait, védd a hazait. Polgármester úr, ugye a családok számára nagyon sok minden fontos, de többek közt igen fontos, hogy azt érezzék, hogy az önkormányzat a bajban sem engedte el a kezüket. Itt volt most ugye Mikulás, itt van most karácsony, és én nagyon jól tudom, hogy mennyi mindennel próbálkoztak. Ajándékot vittek, most is gyűjtöttek ajándékcsomagot, viszik a családokhoz. Milyen a visszajelzés? Nagyon pozitív, ugye az első próbánk ez a gyermeknap volt, amikor hogy nem tudunk gyereknapot tartani, akkor is vittünk egy kis ajándékcsomagot. Uh-huh. Második fő próbánk az az idősek napja, hiszen minden 68 év felett itt a településen megajándékoztunk helyi termékkel. Uh-huh. És nem kevesen vannak egyébként, úgy tudom, az ők is. 380 pár csomagot készítettünk össze. Egyébként ez is nagyon jó volt, az idősek a környezettudatosságot még nem kell tanítani, és úgy örültek ennek a vászontáskának, ez egy ruhatáska, ahol a Nemes Vámos szó a címer, a szlogenünk, ugye a Nemes Vámos, a Nemes Értékek teremtője és őrzője, és öröm látni, ahogy az idősek a faluba közlekednek, és az oldalukon ott van ez a kis vászontáska, és ebből kaptak egy kis helyi lencsét és helyi mézet. Nagyon örültek neki. És most itt volt a Mikulás, most viszont 500 csomagot, és itt megint a cégekkel való együttműködést tudom hozni, de nem csak azt, hanem a településen élő cégvezetők is, ezt nagyon fontos elmondani. Hiszen őket is megszólítottuk, és a Mikulás csomagban ugye az ő ajándékaik, ugye mi kiegészítettük ezeket a csomagokat, így készült el 500 csomag. Ez nagyon fontos elmondani, hogy
ez 12 éves korig kapta meg a Mikulás a helyben lakókat, helyben lakó gyermekeket, plusz ugye Veszprém Fajszal közösen tartjuk fenn a bölcsödét, az óvodát és a együttműködési megállapodással a bölcsit, óvit, és ugye az iskolába is járnak. Tehát ugye például a Veszprém Fajszai gyerekek és a Nemes Vámosi gyerekek már megkapták a bölcsibe, az óvodába és az iskolába is ugye 12 éves korig. 500 gyermek nem kevés, azért már ez is mond valamit. Mennyi most a település egyébként? Most már közel 3100-an vagyunk. Már mondom, itt már azért. És ez mellett ugye gondoltunk, tehát ugye itt is még mindig az együttműködés, és ezt nagyon fontos kiemelni, hogy ugye a családsegítő szolgálattal közösen a nagycsaládosoknak és a rászorulóknak gyűjtöttünk tartós élelmiszercsomagot. Egységes szociális intézménnyel közösen, ugye Győri Piroska vezényletével ugye 110 pár darab csomagot vittünk ki, tehát 110, több mint, mondjuk így több mint 110 csomagot vittek ki az ESZI dolgozói, akik szociális étkeztetést vettek igénybe, de említhetjük ez mellett ugye egy jótevő, aki nevét nem kérte, hogy felfedjük, nagyon jóban vagyunk, minden évben segíti a munkámat, és a tavalyi évben is, és az idei évben is 20 darab pulykát adományozott a nagycsaládosoknak vittük ki. Gazdag karácsony lesz. Igen, tehát próbálunk segíteni, illetve most is, aki megkeresett bennünket, az nagyon fontos, hogy mikor jött a Covid, ugye a polgármesteri hatáskör lett. Uh-huh. És én ma, az nagyon fontos, hogy a tartós élelmiszer és a közelmi számlák kifizetését szorgalmazom én. Tehát ha behozza valaki, nem tudja kifizetni, én ebben szigorú vagyok. Viszont közpénzt, én azt gondolom, azt látnunk kell, hogy hova folyik el a közpénz. Tehát aki megvan, szorulva, rászorulva, a közelmi számlát, ha behozza, akkor kifizettük neki, vagy milyen élelmiszerekért, akkor meghatároztunk egy összeget. Ő határozta meg, hogy mit, de mi az élelmiszert vittük oda. De ez mellett a fát kér, tehát ugye van még brikettünk is, ahol a néni nem tudja összevágni, de van olyan nagy családos, ahol az édesapa egy komoly betegségbe szenved, oda is vittünk. De az a lényeg, hogy keressenek meg bennünket, és akkor mi segítünk. De ebbe a családsegítő szolgálat munkatársa is itt van, tehát én azt gondolom, hogy próbálunk erre is odafigyelni, hogy akik itt élnek a településen, és kis segítségre szorulnak. És nagyon fontos megemlítenem még a cégekkel való kapcsolatban, hogy van egy, ott egy olyan családunk, ahol nagyon komoly pénzösszeget és eszközök mentek tönkre. Itt is nevüket kérték szinte elhallgatni ezek a vállalkozók, de így közel 300.000 forint értékbe juttattunk ott készpénz is, illetve eszközök is, mert ugye kandallót vettek a végén, de így lett nekik mikrohullámsütőjük, hüttőjük, úgyhogy tehát ha ilyen probléma akad a településen, akkor ezt én azt gondolom, hogy nem személyesen egyedül nekem, hanem az a jó, hogy együttműködünk, és ezek a kapcsolatok összeadódnak, és ebből fantasztikusat tudunk alkotni. Szokták mondani, hogy bajban látszik, hogy ki az igazi barát. Hát a vállalkozók ezek szerint tényleg jó barátok az önkormányzattal, és az összefogás, ezt azt gondolom, hogy nem is kérdőjelezi meg senki sem. Hát ez ilyenkor tényleg fontos, és úgy látom, hogy Nemes Vámoson az eléggé tisztességesen sikerült is. Igen, bár többen mondják, hogy nem látják, hogy ami a Facebookon nincs fönn, az nem látszódik, de én azt mondtam, hogy nem az a lényeg, hogy ez látszódjon, hanem érjünk el oda, ahova szükséges, és ők jó szívvel gondoljanak rá, hogy itt van az önkormányzat, nem hagyta őket cserbe és segít. Polgármester úr, úgy látom, hogy optimista a jövőt illetően, befejezésül még ennyit azért megerősíthetünk, ugye, ha jól sejtem, ön abszolút, bármennyire is jönnek a rossz hírek, hogy még azért január, február, március, még azért nyugi, még nem tudunk ugrálni, de én úgy láttam önnél, meg úgy, ahogy beszélgettem önnél, azt vettem észre, hogy ön nagyon-nagyon bízik abba, hogy hamar túl leszünk ezen, és aztán visszatérünk a régi kerékvágásba. Ez így van, maximálisan bízom, én az embereket türelemre intem, tudom, hogy nagyon nehéz ez az időszak, de mindenben lássuk meg a jót, hiszen régi mondás, minden rosszban van valami jó, és ebben a felpörgetett világunkban én például személy szerint egy csöppet sem bánom, hogy nyugisabb lesz a karácsony. De ezt is pozitívan nézzük, hogy egy kicsit tényleg lecsendesedhetünk, és végre arról szólt a karácsony, aminek szólnia kell. A lecsendesedésről, a szűk családról, a megélésről és az átérzésről, úgyhogy ezt üzenem egyébként a tévénézőknek is, hogy fordítsanak a szemlélete, nem légy, hogy a pohár félig üres vagy félig tele van, picit nézzük meg a pozitív részét, és hinni, a hitünket se veszítsük el, és ehhez türelem kell, hogy
amikor vége ennek az időszaknak, akkor mindent folytatassunk a régiben. Hát ilyen szép szavak után nem tudok más mondani, mint az, hogy ugyanezt kívánom önnek is, meg a településnek, munkatársam nevében is. Boldog karácsony, szép új esztendőt kívánok, és köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az előző percekben Sövényházi Balázzsal, Nemes Frámos polgármesterével beszélgettünk. Azt gondolom, hogy sok hasznos információt kaphattunk. Én köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, munkatársaim nevében is elköszönök. Viszontlátásra!